A nemzetközi szakirodalomban nincs nagy számban gyógyszer a koronavírus tüneteinek kezelésére. Van viszont nemzetközi leírás arra, milyen gyógyszereket lehet adni a betegség különböző fázisában, mondja Ternák professzor. Hát aki csak tünetmentes vírus hordozó, semmi baja nincs, annak nem kell adni semmit. Akinek valamilyen enyhe, de kórházban felvett betegekről beszélünk, panaszai vannak, például enyhén köhög, náthás, ilyesmi, és vírus pozitív, az egy vírusgátló gyógyszert kap, ez a rendezé, vagy ez a favipiravir nevű gyógyszer, aminek megvan a leírása, hogyan kell adni. Ezen kívül az irodalomból is ismert nagy dózisú D3 vitamint adunk be, és mivel ennek a vírusnak van olyan helye, hogy fokozza tromboembólia készséget, ez egy véralavadás gátlót, ha kell, antibiotikumot adunk, hogyha súlyosabb esetről van szó, tüdőgyulladás alakul ki, bakteriális szuperinfekció. És bevezettük azt is a nemzetközi irodalomban összefoglaltak, illetve leírtak szerint, hogy néhány súlyos állapotú betegnek vénásan nagy dózisú C-vitamint adunk, ami úgy látom, hogy hatékonyan működik. Ezen kívül javasoltuk még, hogy a kórházban dolgozók, tehát akik a covidos betegekkel dolgoznak, azok szedjenek megelőzés gyanánt, vagy legalábbis a vírus ürítés megelőzésére, vagy megszüntetésére D3 vitamint és C-vitamint. Ezek a gyógyszerek az otthoni megelőzésre és kezelésre is alkalmasak. Én otthoni fogyasztása D-vitaminból a 2-4000 egységet javasolom, és C-vitaminból legalább az 1 grammot. Még javasolják, hogy olyan tartalmú készítmények, amiben cink van, van ilyen is a piacon, az is célszerű. Az a baj, hogy elmondom, hogy nincs specifikus gyógyszer a vírus ellen, és ez egy nagyon alattomos vírus, tehát pillanatok alatt elromolhat, és akkor a beteget lélegeztetőgépre kell tenni. És ez nagyon rövid idő alatt bekövetkezhet, még úgy is, hogy a beteg az első pár napon jól van, és hirtelen elromlik az egész helyzet, és súlyos állapot alakul ki. A koronavírus ugye általában ebből többféle altípus van, több száz. Ezt a vírust már a 60-as években felfedezték, és már a 70-es években leírták, hogy zárt közösségekben tömeges megbetegedést okoz, ilyen felső légúti megbetegedést. Például amerikai tengerészek között írtak ilyen járványt, és az is jól ismert, hogy az összes felső légúti fertőzésnek kb. 4%-át koronavírus okozza. Most ez a vírus, ami ilyen durván megköszöntött, ez állatról emberre terjedő vírus, ez egy mutáns vírus, ami véletlenül denevérekről, de feltételezik, hogy kígyóból. Tehát valami ilyen állatról terjedt emberre, ez sem új jelenség ugye a biológiában, és miután az emberekben ezzel szemben nincs semmilyen természetes immunitás, ezért okozhat ennyi megbetegedést. Szeretnék emlékeztetni egy korábbi hasonló esetre, az a SARS nevű járvány, ami 12 évvel ezelőtt volt. Az úgy kezdődött, hogy egy szintén Kínából kezdett el terjedni, hogy egy bizonyos fajta macskákat, a civet macskákat ették az emberek, biztos nem voltak jól megfőzve, sütve, és ezekben levő vírus átterjedt az emberekre. És onnan terjedt máshova. Ezzel a vírussal, amely sokkal durvább volt, mint az a jelenlegi, az volt az óriási szerencsénk, hogy eltűnt magától. Számítani lehetett arra, hogy ez is, ha megbeszéljük, hogy esetleg eltűnik, de nem tűnt el, és ebbe a jelenségbe, hogy állatról emberre terjed, amikor átúrik, akkor viszonylag a környezetében gyorsan terjed, és ez történt most is. A jelenleg fertőző vírus még mindig az eredeti, így most nem a második hullámot éljük, hanem az első folytatását, állítja Ternák Gábor. Az első még el sem ment. Csak ugye miután mindenki megijedt, és ugye a találkozásokat korlátozták, bekorlátozták mindent, reméltük, hogy hát lassan megszűnik. De már az a májusi felmérés, amit itt Magyarországon
csinálták, már mutatta, hogy 50-60 ezer ember azért találkozott a vírussal. És ezek tovább terjesztették. És ahogy egyre több vírus teszt készült a kontaktkutatások során, felfedeztük ezeket a betegségeket, illetve fertőzötteket, és szeretném mindig hangsúlyozni, hogy a fertőzött nem azonos a beteggel. Ezeknek az eddigi tapasztalat és statisztika alapján az összes fertőzöttnek körülbelül a 10%-ában alakul ki valamilyen tünet. És a nemzetközi irodalom azt írja, hogy az összes fertőzöttnek körülbelül az 1% az, ami súlyos. És még hozzáteszem, hogy az összes felfedezett fertőzöttnél 10-20-szor több lehet a népességben a valódi. Tehát a jelenlegi magyarországi adatok szerint egy olyan 2-4 millió közötti ember találkozott már a vírussal. A vége az lesz, mondja a professzor, hogy a vírus elfárad és eltűnik. Olyan nincs, hogy ez a végtelenségig megy. Egy ilyen felső légúti járvány, hogyha mondjuk egy gondolj egy influenzára, az 3-5 hónap alatt lezajlik, átlagosan 4 hónap. Hogyha itt az adatokat, a legfrissebb adatokat is nézzük, véletlenül most már ez egy halványuló pályára állhat ez a vírus decemberben reményeink szerint, és akkor ez alatt a lakosság, magyarországi lakosság, de az európai lakosság is legalább 50-60%-a átfertőződik. Ha megváltozik a vírus, ami az influenzában nem szokatlan, azért kell ott évente újra voltani, akkor elvileg visszajöhet, persze, akárhányszor visszajöhet, de azok már más vírusok. Én kérdeztem hogy a virológusokat, hogy az, ami most van itt, ugye őszóta, ez ugyanaz a vírus-e, mint ami volt nekünk tavasszal. Mondták, hogy ez ugyanaz.